Általában minden brosszászkör előtt saját magunknak szoktuk kiválasztani a karaktereinket. Én ma ezt egy kicsit meg fogom csavarni, ugyanis ebben a videóban a mesterséges intelligenciára fogom bízni ezt az egész karakterválasztást. Ugyanis mindegyik brosszászköröm előtt meg fogom kérdezni a ChatGPT-t. Pontosabban ezt úgy fogom megoldani, hogy nekem 59 karakterem van meg a brosszászban, és meg fogom tőle kérdezni, hogy mondjon 1-től 59-ig egy számot. 42-es számot mondta. És én ennek örülök, ugyanis nem azt mondta, hogy 1, 2, 3, 4 vagy 5 vagy valami kisebb számot, mert akkor vagy Shelly vagy itt a szarab karakterek közül kellett volna válasszak. 40, 41, 42 és Tara a 42. karakter nekem. Ennek viszont örülök, ugyanis Tara amúgy elég erős és jól is tudok vele játszani, na de most majd ki fog derülni, hogy mennyire tudok vele jól játszani. Nem kockáztatok, nem rankedezek, hanem most szóló meccseket fogok menni, és hát nagyon kíváncsi leszek, akkor vele alkossunk valami nagyon-nagyon-nagyon jó nagy wint, ugyanis win streaket is akarok alkotni, aha, már is jön ránk a Stu, úgyhogy kicsit óvatoskodjunk, jól van, elment innen a büdös picsába. Erről van szó. Ezt itt kiszedem, tökéletes power cube-okat, az szedem, oké, az emotot, azt muszáj benyomjam, tökéletes. Jó, nem kockáztatok, srácok, az a lényeg, hogy nyerjek, azért nyilván rá kéne erre menjek, hogy azért megnyerjem. Még nem megyek be középre, viszont ezt a nanit itt meg kéne ölni, mert engem idegesít, hogy itt van, aha, viszont nagyon erős, ha ez eltalál nekem annyi. Assz, erről beszélek. Ha ez eltalálgatja, kampó. Jó, megvan, ott is van, ezt leszettük, tökéletes, nagyon nyomogatom ezt az X-et, ezt a szar vagy emótot, tehát hogy ez tökéletes. Jó, innen már fixen nyertünk, mert négyen élnek, de első helyezetnek jobban örülnék, és ott azaz Stu meg is fog halni mind a kettő. Meg is nyerem az első kört. Ott is van, srácok. Erről van szó. Tarával az első kör be is van húzva a bánatban. A nézünket csillagot mondok nektek egy taktikát. Összefogjátok így a négy ujjatokat. És ha így nyomjátok meg, fixen mitik vagy legendári lesz, de még legrosszabb esetben is epic, úgyhogy figyeljetek. 3, 2, 1. Mondtam, srácok, így mitik vagy legendári, úgyhogy egyből mitiket is kaptam. Nézzük meg, én ezen már nem lepődök. Egyébként k***ra meglepődtem, pattek. Na jó, nézzük meg, mi a bánat lesz ebbe. Anyá, de jó skin Edgarra. Hú, már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megállt a szívem. Mondom, mi a tököm lesz? De egy rohadt jó skin Edgarra. Na, ezt már szeretem. Ez tökéletes, rácok. És a következő szám, amit mondani fog, 37-es. Nagyon jó, hogy ilyen nagyobb számokat mond, ezért ahogy a sorrendben vannak a karakterek, minél lejjebb görgetsz, annál jobbak. Legalábbis nekem így van beállítva ez az egész. Úgyhogy ennek most örülök. Nézzük akkor a 37-es karaktert. 34, 35, 36, 37, Lola. Ő vele is nagyjából azért tudok játszani, 22-es tír, nekem Lola az 22-es, azért már nyertem vele 500 plusz kupát, egyébként nem rossz, tudok vele játszani, de viszont itt van még egy csillag, a négy ujjas taktika, srác, vajon még egyszer beadjam? Hihetetlen, egyébként az előbb nagyon nagy szerencsém volt, hogy beadtam, de négy ujjatokat így összefogjátok, és... Chat. Négy ujjas taktika. Én találtam ki. Legalábbis ez nekem nagyon működik. Nézzük akkor epic. Epicből nyilván nem lesz valami nagy, de akkor is epic. Mitik következő legendári lesz, vagy mi a bánat? Szerintem rohadt jó. Jól van, nézzük. Attól függetlenül hát egy pin. El is indult a kör. Nézzük is, akkor elsőnek is ugye power cube-okat én szoktam általában farmolni. Lolára van egy gadget, vagy van kettő gadgetem is. Nekem ez a gadget van meg, amivel ugye le tudom úgymond fagyasztani a ultiát. Mindegy, most az lenne a lényeg, hogy öljünk is egy-két embert. Mintha ide bekempelt volna valaki a bokorba. Nem tudom, nekem úgy láttam az előbb a szemem sarkából, de úgy tűnik vakon vagyok. Aha, mennyi láda van ott? Edgar, rámugrik nekem annyi. Úgyhogy inkább óvakodok, srácok. Tehát nem kockáztatok annyit direkt, már heten élnek. Az a baj, rámugrik. Aha, nem ugrik az sehova. Shelly az itt van, lehozza nekem a kö... Jaj, de szeretlek téged. Azt megöljük Dynamite-ot. Miért? Ezt nem hiszem el. Jó, az is. Oké, srácok, mit kell rizek? Óriási, leszedek mindenki, srácok. Erről van szó, az ultim is itt van. És... azt...
Ez igen, ez most itt halál. Hypercharge-os Edgar. Nem baj, plusz 6 kupa. Igazából win streaken van már 2 is, srácok, úgyhogy nagyon jó, illetve írjátok le kommentbe, hogy legyen egy olyan stream vagy videó, ami megpróbálom elérni a 100-as win streaket. Ehhez viszont iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. És akkor a ChatGPT 24-est, aha, egyre kisebbeket mond, aha, akkor ott szar a zsebbe van, srácok, ott eléggé szar a zsebbe van. Nézzük akkor a 24-es mi lesz. 1, 2, 3, 4... 21, 22, 23, 24, PEM, azt a rohadt. Na, ezzel viszont nagyon nem szoktam játszani. 6-os hír, 77 kupán van ezzel összesen. Nézzük akkor. Nem vészes karakteri egyébként, de nem a kedvencem, az fix. Természetesen a ládákra egyből már megyünk ráfele. Jó, azt ott meg... Jaj, te... Jó, azt ott leszledjük. Erről van szó, bejövök középre. Healt, azt ledobom. Az nagyon kell a heal, azt is leszedem, srácok. Ú, te. Most halálom napja van? Nem, szerencsére nem. Jó, azokat is itt leszedem, tökéletes. Nagyon-nagyon jók vagyunk, kicsit felhillelünk. Már sódám van, tehát már csak 1v1 van a palival. Valamilyen úton, módon el kéne kapni ezt a griffet, ha jól tudom, igen. És ott is van, srácok, az első hely. Hát ez gyors volt igazából, valószínűleg azért, mert kisrankú. És kisrankú ellenfeleket is dobott be. Nem baj, én ennek most örülök. Igazából nem jártam rosszul, viszont ChatGPT egyelőre nem szopat annyira durván. Bár mondjuk lehet most elszóltam magam. Nézzük is a következő karaktert. 31. Aha, ez megint egy kicsit a 32-es előtt van. Ugye az előző az 24-es volt, most 31-es kaptam, úgyhogy innen kezdem el számolni, tehát 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dobálós Grom. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezzel se játszottam olyan sokat, 13 rank, nézzük. 3-as win streakem van, tartsuk meg, én azt mondom, tartogassuk csak meg, meglátjuk, mit tudok vele kihozni. Dobálós karaktereket alapból gyűlölöm, mert úgy szarok, legalábbis nekem nagyon nem tetszik, meglátjuk, középre azt elfelejthetem, amiben megyek. Itt csillelgetek a szélén, azt ha valaki jön az utamba, megállítom, srácok. Abban nem lesz. Azzal nem lesz gond. Valaki az utamba férkőzne, megállítom. Jó, valahogy el kéne kapni azt a palit. Jó, várjatok, elkapom. Ezt meg itt mit lövöldözöl? Öcskös, amúgy nem én vagyok a sarokba szerencsére, hanem ez a pali. Halálom. A napja. Vele megyek még egy kört, azért ennyire hamar ne essünk már ki. A win streakem akkor oda van, ha jól láttam. Igen, hát ezt nagyon elbasztam. Már dobáljam, már szedem is abban a pillanatban a ládát. Most jobban oda koncentrálok, nem megyek rá egyből valakire, hanem innen a távolból. Ez a lényeg a dobálós karaktereknek, hogy fal mögül és sunyiba el kell kezdeni ölegetni az embereket, mint például most ebben az esetben Colette-et nagyon meg kéne már ölni, már alig van. Penny is jó nekem. Őt is megölöm, ne aggódjat. Passz meg, na jó, én pofázok itt erről, hogy menni kell a fal mögé, meg minden, az közben meg megyek rájuk. Van ultim, na azzal meg kéne ölni. Nem kapta el az ultim, ezt nem hiszem el. Jó. Gyerünk már egy idejét, baszakodok ezzel. Jó, megint van ultim, viszont most ez se kapja. Ezt nem hiszem el, hátba támad ez a fazék, vagy mi a bánat ez. Ja, 4 ujjas taktika, ne, elfelejtettem. Mindegy, akkor marad a 3 ujjam. Látjátok, még ebből is egy szuperért ki lehetett hozni. Ez pedig nagyon kellett volna. 53-as számot mondta, végre! Valami rohadt-rohadt jó karakter. Valami rohadt-rohadt jó karaktert érzek, srácok. Remélem, hogy tényleg így van, és valami rohadt-rohadt jó karakter is lesz. Ugye 53-as, tehát visszafele fogok számolni, nem fogok az elejétől, tehát akkor 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53... Miért ilyen undorító húgy, fos, amikor ott lett volna Spike? Jó, semmi, meg se szólok, inkább menj. Na, nézzük. Azt a kurva, el is felejtettem. Ez is dobálós húgy szar. Egyébként jó, olyan, mint Crow. Nagyon-nagyon jó. Fertőzős a lövése. Ennek egyébként örülök, személy szerint. Ezt nem kellett volna ide jönni. Hogy úsztam meg? Ezt nem tudom, hogy úsztam meg, srácok. Valószínűleg mivel egy szar bot ellen vagyok. Nem baj, hát ha le tudom győzni. Hajrá. Keci. Valahogy legyőzöm? Jó, puszipajtásom, puszi. És már showdown is van. Ezen nem lepődünk meg, ugyanis nekem nagyon-nagyon kis rankú. Ez a Melon Leader, vagy ki a
faszom ez. Megyünk befele középre, és írtunk egyet. Egy nagy írtást fogok csinálni. Ez mit csinál az ultim? Na mindegy, erre most nem jövünk rá, mert balfasz vagyok, és félre nyomtam bele a falba természetesen. Viszont Kárl, köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm szépen a Vint. Köszönöm szépen a figyelmet, nektek pedig. Én Noel voltam. Ciao, ciao. Ho-ho-ho, nehogy azt higgyétek már, hogy elmegyek. Jóval, következő szám. Egyébként még megyünk egy kör, srácok, nézzük meg, ezt még nézzétek meg, 19, úha, ez kemény lesz, 19, és az nagyon az elején van. Bár az elején konkrét, tehát ennél a szutyoknál jobb, szerintem, ennél a szutyoknál minden jobb. Nézzük akkor meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hát nem hiszem el, a buborék fújós genyó, drágógumi, vagy mi a tököm ez, kalapszar. Na nézzük, ez mit tud. Aha, hát egyébként, hú, bazd meg, nagyon-nagyon lassan, ú, bazd meg, ú, geci. Szia, figyel, hát bazd, mi ez az, hát ezt nem hiszem el, ez hihetetlen volt, srácok, semmi gond. Következőnek érkezek újabb és újabb Brawl Stars videókkal, újabb és újabb IRL videókkal, úgyhogy ficegünk tovább, srácok. Köszi a figyelmet, lájkot, feliratkozást, ne felejtsétek el. Én Noel voltam. Ciao, ciao.